gyakorlatilag az egész prezentáció és az egész vállalkozás, aminek a keretén belül működünk, egy olyan kifejezésre épül, amit magyar fordításban csak szájreklámnak hívnak, és én nekem nem volt gyomrom ezt leírni. Egyébként word of mouth, és így talán így egyszerűbben érthető. Szóbeszéd. Igen, szóbeszéd, mondjuk, de ezt így, mint marketing kategória. Jó. Szó-szó. A webanalitika sötét oldaláról fogok beszélni, egészen az elején fogom kezdeni. Nem találtam sajnos magasabb, nagyobb felbontású képet. Az megosztásoknak a népszerűségének az alakulását most már csak a Zuckerberg törvényének hívják, ez nagyon egyszerű, minden évben duplázódik az egymás között megosztott tartalomnak a mennyisége. Hogy hogyan osztunk meg tartalmakat, ez már egy érdekesebb kérdés. Természetesen a Facebook vezet ebben a történetben. Ami már egy fokkal talán különösebb az az, hogy ez az úgynevezett address bar sharing megoldás vagy módszer, ez a második legnagyobb megosztási kategória. Ez például 2011-ben indult el, ez 1600%-ot növekedett a népszerűsége január és december között. Ez az address bar sharing, ez konkrétan azt jelenti, hogy a címsorból kimásolod az URL-t és elküldöd a haverodnak a linket. És ez a jelenlegi webanalitikai rendszerek által nem mérhető megosztási forma. Ez okozza azt a jelenséget, amit dark social-nak nevezünk. Ez azt jelenti konkrétan, hogy olyan tartalom, vagy olyan forgalom, ami valamilyen ajánlás vagy referral útján került az oldalra, vagy történt meg, de valójában az analitikai rendszer ezt direkt forgalomnak tekinti. Ez kifejezetten akkor izgalmas, amikor mondjuk beparaméterezett linkeket lát, és azt mondja a Google Analytics, hogy a felhasználó beírta azt, hogy www.weboldal.com/utm=source=valami. Nyilván ezt nem írta be. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy nagy mennyiségű, egyébként hasznos adat eltűnik az analitikai rendszereinkből. Miért? Azért, mert ugye egyrészt ezeket megosztjuk egymással, ezeket a linkeket, amiket nem lát az analitikai rendszer, főleg e-mailben is különböző üzenetküldő alkalmazásokon keresztül, de egyébként az URL rövidítők is okozhatják ezt a problémát, sőt még maga az analitikai szoftvernek a hibás konfigurációja is. A probléma ezzel az, hogy nem látjuk azt, hogy mi volt a usernek a története, mik voltak azok a forgalmak, amik gyakorlatilag az ő látogatását okozták, és mik voltak azok a korábbi konverziók, amik gyakorlatilag rásegítettek arra, hogy ő előbb vagy utóbb mondjuk vásárlóvá váljon. A Google megpróbálta megoldani ezt a problémát nagyon egyszerű módon, bevezette az UTM paraméterezést, ami gyakorlatilag annyit tesz, hogy te manuálisan be tudod állítani, hogy a Google által automatikusan kiosztott referral tegeket felülírja. Tehát te beírod mondjuk, hogy ezt a linket a Twitteren osztom meg, ezt a Google Analytics felül fogja írni, és azt mondja, hogy ez Twitterről jött, de hogyha én ugyanezt a paraméterrel rendelkező linket megosztom Facebook cseten a haveromban, és ő rákattint, akkor ugyanúgy azt fogja látni az Analytics, hogy ez Twitterről jött. Mi is megkíséreltünk egy megoldást létrehozni. A mi megoldásunk, ez úgynevezett referral tagging. Ez egy technikailag egy baromi egyszerű dolog, ugyanis az URL-eket a látogatók alapján tegeljük be, és azt vizsgáljuk, hogy a felhasználók milyen kapcsolatban vannak egymással, elmentve az összes korábbi látogatási előzmény, és azt is látjuk, hogy én megosztottam veled ezt a tartalmat, te rákattintottál, és ezért kerültél ide, tehát mi valószínűleg valamilyen kapcsolatban vagyunk egymással. Igazából ennek a gyakorlati felhasználása az érdekes, ami már egy kicsit előbbre mutató történet, ez az úgynevezett cross-user analytics-et teszi lehetővé, ami, hogyha megfigyeljük, akkor egészen konkrétan azt teszi lehetővé, hogy megmondjuk a marketingesnek, hogy mi az a tartalom, amit írni kell, mert abból lesz vírusos terjedés, abból lesz konverzió, és abból lesz gyakorlatilag bevétel. Tehát gyakorlatilag, ami problémát megoldunk, az az, hogy a word of mouth gyakorlatilag az első számú kategóriává kezd válni a tartalommegosztások népszerűsödése révén, és teljes mértékben használhatatlan az adat, amit jelenleg látunk az analitikai rendszerekben, tehát gyakorlatilag nem látjuk a legfontosabb marketing eszközünket. Ez olyan, mintha a Google AdWords-et nem tudnánk követni.
És nem tudom, hogy van-e valaki, aki itt blogot ír, de hogyha blogot írsz, és ezt üzleti célból írod, akkor ha adsz nekem 15 percet, akkor én adok cserébe egy évet a szoftveremhez. Köszönöm. Nem fejlesztő vagyok, úgyhogy a technológiai kérdéseket azokat csak felírom, jó? De megpróbálhatom megválaszolni. Igen? Hogy mit is csináltok? Nem is ebben lesz. Nem, hogy pontosan hogy működik, tehát. Oké, ez egy JavaScript alapú történet. url.com/hashtag-paraméter. Ez a hashtag paraméter automatikusan bekerül az URL mögé, és hogyha megosztod, akkor ezt a paramétert tartalmazza az URL. Hogyha erre az URL-re rákattint valaki, akkor url.com/hashtag-paraméter/hashtag-paraméter. És látjuk a kettő közötti kapcsolatot. Ez technológiailag nem egy bonyolult dolog, inkább a hogyan tesszük használható adattá a kérdés. És ugye ami az analitikai szoftvereknek általában a rákfenéje, hogy ne kelljen már megint mindent újra beparaméterezni, meg bekonfigurálni, mint a Google Analytics-nél is. Igen? Private beta van 117-en. Igen? A probléma nem azzal van, hogy a Facebookon osztják meg a linket, és onnan jön a forgalom. A probléma azzal van, hogy a e-mailben vagy WhatsAppon osztják meg a linket, és onnan jön a forgalom. Értem, de ha az egyik megtörténik, akkor nem tipikusan a másik platformon hasonló trendekkel történhet. A trend az egy dolog, viszont azt nem nagyon tudod felhasználni arra, hogy mi legyen a következő lépés a következő kampányodban. Tehát ebből üzleti eredményt a trendekből nehezebb csinálni. Mint mondjuk azt megmondani, hogy konkrétan erre meg arra a kult szóra lett a legnagyobb olyan megosztás, ami bevételt is generált. Úgyhogy ez így. Igen? A kérdés nagyon jó. Nem tudjuk, hogy ki a user. Tehát anonim kódot használunk. Egyébként ugyanezt a kérdést érdemes föltenni mondjuk a Google Analytics-nek is, ugyanis ő is használja ugyanezt. Nincs, igen. Etikailag anonim usereket használunk, és ebből a szempontból teljesen anonimizált adatokat kap maga az ügyfél is, aki a szoftvert használja. És csak akkor fogja tudni azonosítani az anonim usert egy valós személlyel, hogyha az a valós személy bekerül az ő CRM rendszerébe, és mondjuk konvertál és leaddé válik, vagy vevővé válik, akkor pedig már megadja a hozzáférést. Egyébként pedig privacy policy és cookie policy a saját weboldalán keresztül ezt nagyon egyszerűen ki tudja küszöbölni. Igen? Arra még nem jöttünk rá, hogy a szádból elhagyott szavakat hogyan paraméterezzük be, de hogyha igen, akkor szerintem ezt hagyjuk is. De igen, tehát az offline nyilván nem tudjuk követni. Akkor köszönöm szépen!